Mind a két csapatra a kupa mérkőzés várt a hét közben. Éreztétek ti a lábatokban ezt a Sturm elleni mérkőzést? Mert úgy tűnt kívülről, hogy egyáltalán nem zavarta a Vidit, hogy már ez a második meccs a héten. Úgy érzem, hogy nem érződött a mi játékunkon, inkább a Paks játékán érződött, hogy kicsit fáradtabbak. Meg az első gól is azért elég korán esett, és megfogta ez is a csapatukat. Én nem éreztem a mi csapatunkon, hogy fáradt lenne. Szokták mondani, a jó rajta nagyon sokat ér, hát ez most egy kimondott a jó rajtra sikeredett. Igen, ez egy fantasztikus rajt volt, ugye nagyon jól játszott a csapatunk, sikerült kiharcolnunk egy kiállítást is, ami úgy érzem, hogy jogos volt, és hoztuk a kötelezőt utána. Abban egyetérthetünk, hogy azért előzetesen ez egy nagyobb párharcot ígért ez a párosítás? Igen, hát nagyon vártuk ezt a találkozót, persze ez egy rangosabb mérkőzésnek számított, de biztosak voltunk benne, hogy győzünk, és mindent megtettünk annak érdekében, ez sikerült is szerencsére, és haladunk tovább ezen az úton.